Hát akkor én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit itt az Atomoktól a Csillagokig előadáson, és hát készültem egy remélhetőleg sikeres kísérleti demonstrációval. Megkérdeztem Mikit arról, hogy mi lenne az, amit úgy, hogy érdemes lenne a Vénusszal kapcsolatban demonstrálni, és hát elég egyértelmű az előadás alapján is, hogy hát üvegházhatást azt valahogyan össze kéne hozni, úgyhogy ezt próbáljuk megkísérelni, hogy hát, ha tudunk itt labor körülmények között üvegházhatást összehozni. Itt a kettő darab bolygónk, a Föld, illetve a Vénusz, az kettő darab műanyagpalaszk lesz. Egészen jól demonstrálja egyébként a bolygót, legalábbis a Földet. És mind a kettőhöz hát adunk egy kevéske vizet. Nem kell azért nekik olyan sok, nagyjából ugyanannyit. És így a két bolygó között az a légkörüknek az összetétele, ugye a Földön levegő van, ezért Földünket így is hagyjuk szépen levegővel. A Vénusznak viszont széndioxidból áll nagy része a légkörnek, úgyhogy széndioxidot juttatunk ide be, és megpróbálom megtölteni. Nem tudom, hogy mikor van tele, mert a széndioxid egy szintelen, szaktalan gáz, úgyhogy elég ideig szépen lassan töltjük széndioxiddal, akkor alulról megtelik, mert hogy... Így van, amikor elkezdek majd fuldokolni, és itt kéken fetrengek, akkor tele van nem csak az üveg, hanem a terem is. De lassan jó lesz. A napunkat pedig ebben az esetben egy régi izzó fogja majd helyettesíteni, és akkor ezzel a kombinációval megnézzük, hogy mi a helyzet. Én amondó vagyok, hogy ez tele van. Mivel nem látjuk a hőmérsékletet, ezért szükségünk van hőmérőre is, úgyhogy van kettő darab digitális hőmérőm, amik meg tudják mondani azt, hogy itt hány fok van. 21,3, mondjuk hozzáérek, az nem segít rajta. De bedugjuk a Vénuszba, bedugjuk a Földbe a hőmérőnket, és azt látjuk, hogy 22,2, illetve felfele kúszik, ez is elérte a 22,2 Celsius fokot, úgyhogy ők lesznek a bolygóink, és mivel azt is megbeszéltük, hogy nagyjából ugyanolyan messze van a naptól a két bolygó, ezért pont a kettőjük közé fogjuk berakni a mi kis izzónkat, amivel majd utána melegíthetjük. És én ezt fel is kapcsolom. Melegszik a két gázunk. Igyekezzük elfelejteni, hogy melyik a széndioxid, melyik a sima, és akkor majd hátra kiderül. És közben a Vénusznak egy másik nagyon fontos különbségével fogunk itt a túloldalt kísérletezni, az pedig a már említett nyomás, amit a kérdések során is feljött. Van nekünk itt egy vákumkamránk, amit elhoztam az eltérről, de mint kiderült, itt is van. Úgyhogy most már kettő van. És itt benne láthatjuk azt, hogy van egy szépen felfújt lufink. Itt pedig a skálán azt látjuk, hogy éppen a földi atmoszférának hanyad része tombol odabent, az 1000 a skálán az a földi atmoszféra. És azt látjuk, hogy most nagyjából, hát 100 alatt van egy picivel, úgy nagyjából 90-en. Nagyon egészen közelítjük azt az arányt, mint ami van a Vénuszon, ugye itt mondjuk hát most 9-szer kisebb a nyomás odabent, mint idekint, a Vénuszon 90-szer. A különbség. Csak azt szeretném demonstrálni, hogy első földi kolóniára megérkeznek az űrhajósok, ő itt az űrhajós, tehát ez a Luffy kedves űrhajósunk, és mi az, amit tapasztal? Én hozzá van szokva a kisebb nyomáshoz, kilép a Vénusznak a felszínére, amit most úgy oldunk meg, hogy megnyitjuk a szelepet, van-e ötlet, mit várunk? Szegény űrhajós hogyan fog meghalni? Ennyit elárulok. Kidurran? Még nagyobb lesz, még kisebb lesz. Miért durran ki? Mert nagy lesz, mert pici lesz. Összemegy és kidurran. Más ötlet? Egy hipotézis? Nézzük meg. Kinyitom a szelepet. Itt nem annyira drasztikus, tehát nem azonnal kapja meg majd a nyomást, hanem egy ilyen szépen lassan szivárgó légzsilibbe lép be az űrhajósunk. Így van. Addig nagyon jó, hogy összemegy. Nem lennék a helyében. És ez mindösszesen 9 atmoszféra, tehát 9-szeres atmoszféra különbség.
Tehát ennek nagyjából a tízszerese az, ami a Vénuszon vár ránk, hát ilyen palacsintává lapítana ott minket a légnyomás. Ugye a vénuszi vulkánok, amit említettünk, azok ilyen palacsinta alakúak, mert oldalra nőne, szépen őket is azért a légnyomás az nyomja össze. Nem tűnik egészségesnek. Nem vagyok orvos, de hogyha egy emberi szervezet a negyedére összemegy, az káros valószínűleg az egészségre. Tehát ezt nem tudom, hogy van-e diagnózis erre. Majd elnevezhetjük a szindrómát. Tehát ténylegesen összemegy. A probléma az az, hogy nagyobb nyomást itt ezzel az összeállítással, most nem tudunk elérni csak kisebbet, úgyhogy szerencsénk van, hogy van olyan bolygó is, ahol kisebb a nyomás, mint a Földön, ez a Mars. Úgyhogy átmegyünk a másik bolygószomszédunkra, és megnézzünk néhány hétköznapi tárgyat, hogy ők mégis hogyan viselkednének a Marson, és meglátjuk azt is, hogy ezek mégis miért történnek. Az első dolog, amire gondoltam, hogy megjelentek azok a cikkek már mindenféle honlapokon, hogy teleszemeteljük már a Marsot is. Ugye most, ahogyan a Perseverance Marsjáról mászkált jobbra-balra, azt látta, hogy a leszakadt égidarú, meg ejtőernyő, meg mindenféle dolog már most szét van hagyva a Marson. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor vigyünk egy kis szemetet a Marsra. Egy hát közepesen ügyes szemetelő, mert összenyomta legalább a PET palackot, mielőtt eldobta, tehát akart is tenni valamit azért, hogy jó legyen, meg nem is. Megnézzük, hogyha ilyen hagyományos szemetet hagynánk ott a Marson, amit a Földön jól összegyűrt egy asztronauta, akkor mi történik vele? Ennek a kísérletnek egy lebutított, egyszerű változatát nagyon könnyedén el lehet végezni. Hát nem feltétlenül otthon, de mondjuk egy repülőn. Én szoktam csinálni, ugye azt kell csinálni, hogy megiszod a vizet, mielőtt felmész a repülőre, és hagyod, hogy üres maradjon, és amikor felmész, akkor azt érezzük, hogy ott kisebb a légnyomás, és így kitágul az egész. A legésznek a vicces folyamata az fordítva van, kiderül, hogy a Marson nem, mégsem nyomtuk annyira össze. Szóval az egész folyamatnak a fonákja szerintem az igazán érdekes, amikor fent a repülőn kinyitjuk az üveget, ottani légnyomás lesz bent, lezárjuk, és amikor visszahozunk, akkor egy ilyen összetöppet kis izével találkozunk a repülőn. Na itt látjuk, hogy marsi asztronautánk nem végzett eléggé alapos munkát, mert valami levegő azért mégiscsak volt benne. Ugye igyekszik a fizika kiegyenlíteni a nyomást, itt kívül van viszonylag kicsike, hát kevesebb, mint 1%-a jelenleg a földi nyomásnak. Ott bent viszont, amikor lezártam, akkor földi atmoszféra volt. Nagyon kevés levegő. És ahogyan csökkentettem a nyomást, bent is csökkenni kellett, hiszen a fizika szeretné kiegyenlíteni. Ezt úgy tudta megcsinálni, hogy ez a kevés gáz nagyobb területen oszlott, nagyobb térfogatban oszlott el, szépen felfújt el miatt az üvegünket. Mondjad. Nem összeimlottam a tetőbarban, hogy nagyon jó kérdés, reméltem, hogy valaki megkérdezi. Nézzük meg, hogy mi történik. Ugye először is visszafele. Tehát ez az, ami történik a repülőn is, miközben süllyedünk. Tényleg érdemes megcsinálni, amikor az ember repül. Egy kis fizika kísérletet mindig be lehet csempészni a nyaralásba. Szóval a kérdés az, hogy mi történik akkor, hogyha eleve felfújva rakjuk bele. Van-e hipotézis? Felrobban-e? Ki az, aki arra szavaz, hogy felrobban? Ki az, aki arra szavaz, hogy nem robban fel? Ki az, aki arra szavaz, hogy minden más felrobban, de ez épp marad? Jó, ez senki. Na nézzük meg akkor. Egy ilyen 4-5 atmoszféra, most mondjuk atmoszféra, azért el szokott viselni, már pedig most csak egyről csökkentjük le fele. Megnézzük. Nem élene, hogy megnézzük. Addig elmesélem azt, hogy nekem a kezemben robbant már fel ilyen PET palack. És a demonstrációknak része, néha csinálunk rakétát PET palackból, aminek van a biztonságos módja, van a kevésbé biztonságos, meg van a nagyon rossz ötlet. És én ezt az utóbbit próbáltam megvalósítani azzal, hogy száraz jeget tettem bele, illetve vizet. És amikor megfordítottuk, akkor száraz jég az ugye fagyott széndioxid, szépen elkezdett szublimálni, átalakult gázhalmaz állapotúvá,
és hát valahogy eldugult a kifele áramló nyílás. Nekem az a hipotézisem, hogy ráfagyott a jég a száraz jégtől, de ezt utólag nem fogjuk megtudni, és így a kezemben szétrobban. Nem tudom, hogy hány atmoszféra nyomás volt, de utána később megismételtük a kísérletet lezárt palackra, és abban láttam folyékony széndioxidot, ami pedig ilyen 8-9 atmoszféránál jelenik meg, úgyhogy egyelőre egész jól bírja. És ennél melejjebb már nem megyünk, úgyhogy túlélte. Sajnálom. Úgyhogy ezek szerint ő most működik. De az is lehet, hogy ereszt valahol. Hallgatóznék, de a vákumban nem terjed a hang. Úgyhogy ez a kísérlet, ez most ennyiben maradt. De szerencsére hoztam egyéb dolgokat is, amik szerintem izgalmasabbak lesznek. Akkor meg kell várni, és szépen egyenletesen szépen a nyomás visszajön. Megpróbálnám leemelni, de a külső légnyomás az rányomja, úgyhogy emiatt nem sikerül. Hát, na ez, de így. Már igen. Szóval hoztam egyéb dolgokat, nekem a kedvencem az a pillecukor, májvacukor, aminek ugye jelentős része az levegő. Olyan, mint a chipszerzacskó. Próbáltam chipszerzacskót is keresni, de most nem találtam. Úgyhogy ő belőlük fogunk néhányat ide rakni. Utána megkóstolható. Hogyha valaki szeretné összehasonlítani a pille meg a pillétlen cukrot, akkor ezt meg lehet majd tenni. Ide rakunk egy adagot, jut mindenkinek? Jut, de azért rakok magamnak is egy keveset. Na nézzük meg, hogy ők hogyan viselkednek, hiszen biztos vagyok benne, hogy az asztronauták szeretnének majd májva cukrot sütögetni. Hát ez a Marson kicsit nehéz, mert hogy nincsen oxigén annyi a légkörében, de valahogy majd megoldják. Én nézzük meg. Na ők már reagálnak. És itt ismételten lehet az analógia, hogy képzeljük el egy picikét, hogy ezek itt űrhajósok, akik kilépnek, hát mondjuk a Marsra, vagy kiukad az űrhajójuk, belül van egy kis levegő azért, ez sem egészséges. De az igazán érdekes, az ennek a fordítottja, még egy picit hagyjuk, ugye most az történt, hogy alapból ez egy ilyen szivacsszerű valami. Kis buborékokba csapdázódott a levegő, viszonylag könnyű egyébként, és amikor én ezt csinálom, akkor ezek kitágulnak, és bizony ki is tudnak lukadni ezek a buborékok. És akkor kiszökik a levegő, hiszen utána a pumpa szépen összeszívja őket, vagy leszívja ezt a kiszabaduló levegőt. Tehát elvileg ezek most vákummal töltött pillecukrok. Nem tudom, hogy van-e értelme ennek a mondatnak. Arisztotelész biztos, hogy a haját tépi, hogy ilyeneket mondok, de ezt most megtöltöttem vákummal. Úgyhogy nézzük meg, hogy milyen az, amikor visszaengedjük a levegőt, milyen elváltozásuk lesz. Nem ismétlem, de ez sem tűnik egészségesnek. Hát ilyen kis szottyat múmia ujjacskák. Az, amire ez engem emlékeztet. Mondjuk még nem láttam szottyat múmia ujjacskát, de így képzelem el. Még egy picit várunk. Viszont az előző bentőt jobban el lehet adni, mert nagyobb. Így van. Ezért nem csinálják ezt. Ez az egyetlen indok, hogy miért nem csinálják ezt a májva cukorral a gyárakban. Tehát ilyen kis, hasonlítsuk össze egy eredetivel, tehát valami ilyesmi, és hangját megpróbáljuk. Egy picikét más. Az állaga egyértelműen. Lehet majd kóstolót belőle szedni. Nem jó. Egyébként, hú, de rossz. Nem az ízére gondolok, hanem az állaga, kifejezetten szörnyű. Rakjunk bele valamit, ami nem ehető, ellenben iható, mert hogy a folyadékok azok még izgalmasabban viselkednek, alacsony hőmérsékleten. Elsőre gondoltam, hogy picikét vénuszos, legyen benne egy kis széndioxid, ismeretlen márkájú, kóla ízű szénsavas üdítő ital, ami ugye eleve egy nyomás
tehát egy eleve le van zárva, nagy nyomáson van, most már nincsen, jelenleg ugyanolyan nyomás van odabenn, mint idekint. Ebből töltök egy keveset, ebbe az átlátszó tálba. Látjuk, hogy felhabzik, ugye már most kiszabadult belőle egy rakasz széndioxid, de amit látunk még, hogy tele van buborékkal itt körbe. Ezeknek a buborékoknak a nyomása szintén megegyezik az itteni kinti nyomása. Hogyha analógok az eddigiekkel, akkor reményeim szerint, ajaj, kell neki egy kis pódium, mert különben nem fér el. Így. Tehát, hogyha analóg, akkor ezeknek a kis buborékoknak is ki kell majd tágulnia. Hogyha ez nagyon vészessé válik, akkor majd le kell állítani a kísérletet, mielőtt tönkre megy a pumpa. De meglátjuk, hogy hát ha ezt túléljük. Elkezdjük csökkenteni nyomást. Egyelőre még nagyon nem történik semmi, de azért elkezd buborékozni. Tényleg jönnek fel azok, most már látjuk azért egyre hevesebben. Bugyborékol. Már majdnem olyan, mintha forna. Egészen olyan, szépen jönnek ki. Most már egészen hasonlít a forrásra az, amit itt bent látunk. Kiszedtük a széndioxidot, kiszívtuk a kólából. Ezt is meg lehet próbálni utána, hogy milyen a teljes mértékben szénsavmentes kóla. Tehát ez nem az a fajta, amikor két hónapig ott hagyom mondjuk véletlenül nyitva az üvegben, hanem ez még annál is rosszabb. Tehát itt szándékosan nincsen benne semmi. De láttuk azt, hogy nagyon hasonlított a forráshoz az, amit mi láttunk. De itt egyáltalán nem lehetünk biztosak abban, hogy ez forrt, hiszen eleve tele van mindenféle gázokkal, hogy próbáljuk meg valamilyen folyadékkal leellenőrizni, hogy tényleg forrásról van-e szó, amiben kevesebb a gáz, vagy legalábbis kevesebb gázt várunk. Csapvízzel megnézzük, hogy hogyan néz ki ugyanez a kísérlet. Picit várunk. Na? Jó. Ez se jó. Majd utána készítünk még, hogyha valaki szeretne. De szeretném vízzel megismételni a kísérletet, hogy lássuk azt, hogy tényleg forrásról van-e itt szó, vagy pedig csak úgy néz ki a buborékok és a szénsav miatt. Úgyhogy visszacsináljuk a kis kísérleti összeállítást. Van-e ötlet? Fel fog-e forni, és hogyha igen, akkor miért nem? Miért fog forni, hogyha beindítom a vákumot, vagy miért nem fog forni, hogyha beindítom a vákumot? Van-e ötlete valakinek? Na nézzük meg. Lezárjuk a szelepet, beindítjuk a pumpát, apró buborékokat én látok, de forrásnak egyelőre nyoma nincsen. Várunk még egy picikét, egyre több buborékot látok. Hogyha nem kezd el forni, akkor én azt, hogy megmagyarázok, hogy miért kéne neki. De ott megjelentek az első buborékok. És ez már egészen úgy néz ki, mintha forna. Nyilván a csapvízben is van nagyon sok oldott gáz, hogy ezt egy picikét hagyjuk, hogy kizárjuk, hogy hát, ha esetleg még azok, de ez nekem úgy néz ki, mint amikor a fazékban forra víz. Éppen 10 fokon for mellettem a víz, hozzá kell tenni, hogy megint csak nagyjából 1%-án a földi atmoszférának. Miért van ez? Ez azért van, a folyadékok azok nagyon szeretnének gázok lenni, sőt igazából ez majdnem ugyanaz a kettő. Hogyha van egy edényem, köszönöm, van nekem egy edényem, amiben itt hömpölyög a víz, akkor annak a felső részéről, a felületéről folyamatosan szeretnének elszökni
ezek a vízmolekulák. És csinálják is, ezt hívjuk párolgásnak. Tehát a víz felső rétegén, hogyha elegendő nagy a hőmérséklet, zizegnek össze-vissza ezek a kis molekulák, eléggé nagy energiát tudnak kapni ahhoz, hogy leküzdjék a víznek a felületi feszültségét, és egy-egy vízmolekula elszökjön. Mi az, ami ott tartja őket? Egyrészt a felületi feszültség, másrészt kívül van egy légnyomás, és a levegőnek ez a nyomása szeretné bent tartani őket, nyomja vissza az összes vízmolekulát, amit próbálnak kiugrani. Viszont, hogyha én elkezdem csökkenteni ezt a nyomást, egyre kisebb lesz, először kis p, utána meg már csak i méretű lesz, akkor lecsökken ez a lefele ható erő, és szépen jóval kisebb energiahatására, tehát jóval kisebb belső energiával, jóval kisebb hőmérsékleten is el tudnak kezdeni kiszökni innen. Sőt, már a víznek a saját hidrosztatikai nyomása sem elegendő ahhoz, hogy bent tarts, ezért már ide bent is el tudnak kezdeni kiszökni molekulák, át tudnak alakulni gázzá. Tehát, hogyha itt teljesen lecsökkentem, akkor ténylegesen bent is elindulhat ez a gázzá válás, ez a forrás, amit egyébként csak párolgásnak látunk. Így fel lehet forralni 15 fokon is a vizet, azért egy picikét lejjebb nyugszik, de meg lehet ezt csinálni. És én arra jutottam, hogy ha van itt nekem forró vizem, most nem úgy, hogy meleg, hanem hogy éppen forr, akkor ezen egészen biztosan lehetne csinálni kemény tojást. Hiszen olyankor is forrásban lévő vízbe kell rakni a tojást, ott egy picikét el van, és hát ha ez itt is működik, hát ha az a szabálya a tojás főzésnek, hogy forrásban lévő vízbe kell rakni, hiszen ezt olvassuk minden egyes szakácskönyvben. Emiatt hoztam két tojást. És megpróbálunk nem hő hozzáadásával, hanem alacsony nyomás segítségével, csak azért, ennek még mindig vízíze van, alacsony nyomás segítségével megpróbálunk megfőzni két tojást. Sikerülni fog-e? Van-e ötlete valakinek? Nem, ott van egy nem. Igen? Szerinted sem. Miért? Hiszen forrásban lévő vízben lesznek a tojások. Biztos? Tehát semmi köze a forrásnak ahhoz, hogy utána elkészül a tojás? Azt állítjátok? Megnézzük. A tojások lehet, hogy kidurrannak. Azért az anyatermészetnek volt egy jó pár millió éve kifejleszteni a tojást, remélem, hogy kibírja az 1%-os atmoszférát. Mondjuk. Ez itt még egy olyan kísérlet, amit hosszú ideig lehet nézni, mert 7 percig kell főzni a tojást ahhoz, hogy kemény legyen. Úgyhogy addig térjünk vissza egy picikét ide, ameddig ott szépen fortyog magában. Nézzük meg, hogy lett-e bármi észlelhető különbség. Ki az, aki emlékszik, hogy melyik a Föld, meg melyik a Vénusz? Ez a Vénusz, ez a Föld. Na nézzük meg, hogy mi a helyzet. Most melyik a Vénusz, melyik a Föld? Na? Aki esetleg elvesztette a fonalat, annak segítenek a hőmérők, mert hogy azt látjuk, hogy ennek a flakonnak a hőmérséklete 2 Celsius fokkal nagyobb nagyjából, mint ennek a flakonnak a hőmérséklete. Tehát itt körülbelül 36 fok van, csak hogy nem kamuzok. Így van, nagyjából 36 fok, hideg kézzel most hozzáértem mind a kettőhöz. Amban az esetben pedig 34. Tehát 2 fok különbség, az kiütközött ennyi idő alatt. Az egyetlen különbség közöttük az mi volt? Tehát ugyanolyan messzire voltak egy fényforrástól, ami itt van középen, ugyanolyan messze voltak, körülbelül ugyanannyi víz van bennük, az egyetlen különbség a kettő tároló eszköz között, az, hogy ebben a légkör a széndioxidból van, míg ebben földi levegővel, és már itt is meglátszik az, hogy tényleg a széndioxid az csapdázta azt a hőt, ami ide bejött,
az ténylegesen megreket. Azért kellett egyébként Wolfram szálas izót használni, mert ugye, amiket mi használunk fényforrásnak, ezek igazából nagyon jó fűtőtestek, amik mellesleg világítanak is egy picikét. Tehát amit energiát ő itt felhasznál, annak 2%-a nagyjából arra megy, hogy világítson, többi pedig hővé alakul, és tehát a többi pedig hősugárzás infratávoli, illetve közeli infrában sugározza ki. És ez szépen csapdázta itt a széndioxid, és látszik azt, hogy tényleg a kettőnek a hőmérséklete az változik, tehát nem csak bolygókkal, hanem ilyen kis flakonokkal is működik az egész, és szerintem még laposfölddel is. De ezt majd megtudjuk az évad záróból. Közben itt a túloldalt fortyognak a tojásaink. Szerencsétlen szó használat, de ez történik. Elég volt-e szerintetek már, hogy legyen főtt tojásunk? Én azt mondom, hogy igen. Volt kettő tábor. Az egyik tábor azt mondta, hogy így nem lehet tojást főzni, a másik pedig mélyen hallgatott. Továbbra is tartják-e az egyes emberek azt, hogy ők még mindig a saját szektájukban vannak? Igen? Igen? Igen. Senki nem változtatott. Kommentek között változtatott-e valaki? Nem lehetett. Jó, hát nézzük meg, hogy nektek van-e igazatok? Nem mondom, hogy vagy nekem, mert én nem állítottam semmit. De megnézzük, hogy sikerült-e tojást főznünk. Kiöntöm a vizet, mert hogyha esetleg nem sikerült, akkor nem akarom, hogy a lágy tojás az mindenfele szétfoljon. Bolygóinkra most már nincsen szükség. Ja, van nekem itt kettő darab tojásom. Nézzük meg, hogy mi a helyzet. Feltöröm. És van egy kemény tojásom. Na ezt mivel magyarázzátok? Forrásban lévő vízben volt a tojás megfelelő ideig, és tényleg itt van. És tényleg nem járt egy fazékban? Megnézzük azért a másikat is. Na, így van. Akik nem értik, azok vannak többségben. Szóval kettő darab tojást ténylegesen beraktunk oda a forrásban lévő vízbe, de az egyik előtte egy picit több időt töltött a forrásban lévő vízbe, méghozzá egy atmoszférán. Tehát én reggel megfőztem egy tojást, tehát ugyanannyi ideig voltak itt a vákuumszerű környezetben a vízben, mégsem főtt meg az egyik tojásunk, tehát ténylegesen igaza van azoknak, akik szerint nem lehet ezzel, pusztán ezzel. Megpörgettem a két tojást, és itt jön be a fantasztikus hidrodinamika, hogy megpörgettem a két tojást, és az, amelyik, szóval az, amelyik egy főtt tojás, ő szilárd testként viselkedik, és szépen pörög itt a világ mindenségig, az, amelyik pedig nincsen megfőve, hát benne úgy lötyög-lötyög mindenféle, és eddig forgott. Tehát emiatt kellett megpörgetnem előtte egy picikét, hogy lássam azt, hogy melyik a cinkelt tojás. De mi történik akkor, amikor ténylegesen megfőzök egy tojást? Ez már egy picikét biológia lesz, de megbocsátjátok. Hát, vagy akár egy alkímia ma kis rövidnek is elmehet. Ugye alapvetően a tojás fehérje az... Hát nem fehér, hanem ilyen átlátszó, takony színű. És amikor én hőt közlök vele, akkor az történik, hogy a tojás fehérje az fehérjékből áll, innen a név, többek között. És ezek a kis fehérjék nagyrészt vízben úszkálnak, ilyen kis gömböskeként. Amikor én hőt közlök velük, hő hatására ezek a fehérjék szépen kinyílnak, és egyenes, meg mindenféle girbe-gurba szálakat alkotnak, amivel sűrű hálót hoznak létre, ami egyrészt csapdázza a vizet, másrészt megváltozik emiatt a fényszórási tulajdonsága ennek az egész elegynek, és ezért válik ilyen szép fehérre. Tehát amikor kicsapódnak a fehérjék, megsütöm őket és így szépen kinyílnak, akkor lesz fehér, egyébként meg ilyen szép átlátszó, ezt majd ELTE fizikán, optikán meg lehet tanulni mindenkinek.
Úgyhogy azt láttuk, hogy Vénuszon hát tojást főzni nem lehet feltétlenül, vagy mondjuk ott pont lehet. Ott pont egyszerű, mert ugye ott nagyobb a nyomás. Meg alapvetően meleg van, igen, az is segít valószínűleg. Hamar kicsapódnának a fehérjeim ott 450 fokban. Viszont a Marson ez nem működik. Ugye ott annyira picik a légnyomás, hogy 2 Celsius fokon felforr a víz. Ez megint csak kellemes egészségügyi hatásokkal járhat. Úgyhogy ezért nem ajánlom senkinek, nem csak a Marson, hanem mondjuk az Everesten a tojásfőzés. Ellenben vénuszi üvegházhatást, ezt mindenki élvezheti. Hát, majd 1 milliárd év múlva. Akkor. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen.